Befejeződött az orvosi rendelő felújítása és a sportutca építése Ósliban. Az ünnepélyes átadáson Fodor József polgármester elmondta, 2016-ban egy sikeres BM pályázat tette lehetővé az orvosi rendelő belső felújítását. Az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő több mint 30 éve épült, a negyedik évtizede. Itt működik a házi és gyermekorvosi rendelés. Házi orvosi rendelés megközelítőleg több mint két évtizedig közalkalmazotti jogviszonyban, mára lassan egy évtizede vállalkozásban gyermek és felnőtt ellátás folyik. Az épületben kisebb átalakítások, javítások, tisztasági meszelésen kívül más nem nagyon történt. Önkormányzat, mint más tulajdonát képező épület, együtt már évekkel ezelőtt a felújítás lehetőségét kereste. Ugye tekintettel arra, hogy a megvalósításra szükséges anyagi forrással nem rendelkeztünk, pályázati forrásokban reménykedve gondolkodtunk. Figyelve a pályázati lehetőségeket, valamint köszönve képviselő úrnak is a kiírt pályázatokra, mindig felhívja a figyelmet és figyelemmel kíséri. 2014-ben a kötelező feladatokat ellátó szolgáló épületek felújítására kiírt pályázat útján 6 millió 800 ezer forintból megújítani sikerült a tetőhéjazat cseréjét a konyhai épületével egyetemben. Szép és új fedés kapott. A kivitelezést helyi vállalkozók Kozma Tibor és Kozma Zoltán ácsmesterek vállalkozása készítette. E pályázat során valósult meg az elavult gázkazán, új takarékos és melegvizet is adó kondenzációs kazánjának a cseréje. Homlokzati nyillázárók, ablakok, ajtók cseréje szintén helyi vállalkozó végezte, a Kaptom Kft. Dompos Csabájék. Homlokzat ciketelést, külső színezést, járólapozást, belső javításokat az én vállalkozásom. Ez a beruházás saját erőből történt, aztán 2016-ban ismét egy BM által kiírt pályázat sikeres résztvevői lehettünk, amelyben a most megvalósult belső felújítást céloztuk meg. Az erre nyert pályázati összeg 8 millió 624 ezer forint, melyhez 453 ezer önrészt adott a önkormányzat. Így a mostani beruházás épület teljes belső felújítása, ami tulajdonképpen magába foglalja az összes burkolat cserét, az épület funkcionális változását. Itt gondolok az impulziós terem kialakítására, aztán új fűtésrendszer, villany, szaliterek, felső nyillázárók, lámpatestek, butorok, természetesen gyermek és felnőtt rendelőben is. A beruházást szintén helyi vállalkozó Fodor István fővállalkozásában, István Uniservice BT végezte, mint a többi vállalkozás, ők is határidőre és kifogástalan minőségben végezték el a munkát, szintén helyi vállalkozók bevonásával. Magyar Imre villanyszerelőmester, Nagy Jenő vízgáz fűtésszerelő, Fodor József asztalosmester, Hotfa Kft. Így lehetünk ma itt egy összehangolt munka eredményeként ünnepelni és megköszönni mindenkinek a közreműködést, a kivitelezőknek a gyors és pontos munkát. A pályázatok íróinak, előkészítőinek, a lakosságnak, az orvosoknak, asszisztenseknek, védőnőnek a türelmet a munkálatok során keletkezett fáradozásukat, többletmunkájukat. A megváltozott körülmények ellenére a betegellátást zökkenőmentesen biztosították, úgy gondolom, az eredményt látva ez megérte. Mivel nem csak az orvosi rendelő átadását ünnepeljük, hanem a megújult sportutca szilárd burkolatot kapott, mellette még több utcában is történt kisebb-nagyobb javítás. Felületkezelés, Nagymező, Árpád, István Király, Ostfi utcában,
Árpád utcában a kormányunk és az önkormányzatunk gazdálkodásának jóvoltából volt lehetőségünk pályázni a konszuláriós alapra, ahova olyan önkormányzatoknak írtak ki lehetőséget, biztosító pályázatot, akiknek nem volt, illetve nem halmoztak fel adósságot. Így a konzultációs pénzből 2016-ban a Petőfi utcát, most 2017-ben pedig az előbb felsorolt utcákat, sport utcát, stb. Sikerült megfelelő szilárd burkolattal ellátni. És felújításra került közel 1000 méter betonjárda. Olyan település révén, ahol az adó bevételek mértéke alacsony, nemrég az újságban ezt lehetett összehasonlítani. A pályázatokra kell alapoznunk. Ha visszagondolok az elmúlt évek fejlesztéseire, templom és környéke, sportpálya, kultúr, közösségi tér, Szent Vendel kápolna, 56-os emlékmű, stb. Mind pályázati forrásból valósult meg. Továbbra is azon leszünk, hogy a ránk illő pályázatokat kihasználjuk, természetesen most is futtak pályázataink, mert a feladat az bőven van. Kifogyhatatlan a fejlődési igény. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő az ünnepségen elmondta, az orvosi rendelő után a falu polgármesteri hivatalát is felújítják. Polgármester úr szerény volt, mert csak annyit mondott, hogy az adósság konszolidációban nem érintett települések támogatásában nyerték el a forrást a sportutca felújításához. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 2010-11-ig nem csak a családok adósodtak el Magyarországon, meg vállalkozások mentek tönkre az adósság csapdában, meg az állam is eladósodott, hanem az önkormányzati szférának egy jelentős része is elképesztő adósságokat halmozott el fel. Mondok egy számot önöknek, belegondolni is borzasztó, 2000 milliárd forint, 2000 milliárd forintnyi adósságot halmoztak fel a magyarországi önkormányzatok. A mi választókörzetünkben 75 település tartozik, és a mi választókerületünkben működő önkormányzatok egy része is, aki hitelt volt kénytelen felvenni ahhoz, hogy egyáltalán túlélje azt az időszakot, azok is milliárdos nagyságrendben, összességében milliárdos nagyságrendben adósodtak el. És akkor a kormánynak úgy kellett dönteni, a 2012-3 tájékán járunk, hogy nyilvánvalóan ezt nem lehet hagyni, hogy csődbe menjenek az önkormányzatok. Mert ha az önkormányzat csődbe megy, akkor bezár az orvosi rendelő, akkor nincs útfelújítás, akkor semmi nincsen. És ezért a kormány akkor úgy döntött, hogy ebben a 2000 milliárd forintnyi összegben átvállalja az önkormányzatoktól az adósságot. Csak hogy mi van azokkal a településekkel, akik nem vettek fel hitelt? Márpedig, és ezért mondom, hogy polgármester úr szerény volt, mert Ósli azon települések közé tartozott, hogy abban a borzasztó időszakban, amikor az önkormányzatok zöme már nem tudott máshogy működni, csak hitelből, Ósliban olyan takarékosan gazdálkodtak, hogy nem vettek fel hitelt még abban az időszakban sem. És ezért azok a polgármesterek, meg képviselő testületi tagok, akik hallották, hogy más önkormányzatok adósságát átvállalja a kormány, picit igazságtalanak érezték, hogy hát ennyi erővel ők is eladósodhattak volna. Ők is építhettek volna egy csomó mindent hitelből, hogy majd úgyis a kormányzat, majd lesz valami. Majd a kormány átvállalja. És ők akkor joggal lobbiztak azért, és köszönöm ebben a polgármester úrnak és kollégának az együttműködést, és sikerrel tudtunk lobbizni azért, hogy a kormányzat elkülönítette egy komolyabb forrást annak érdekében, hogy azoknak az önkormányzatoknak, akiknek nem volt korábban hitele, ezeknek az önkormányzatoknak két körben lakosság arányosan forrásokat biztosít a helyi feladaték ellátására. Na ennek volt köszönhető a két utca felújítása, meg a hozzá kapcsolódó járdafelújítás, ugye a legutóbbi utcafelújítás az a Sport utca volt. Használják egészséggel, vigyázzanak a Sport utcára, vigyázzanak úgy, mintha az önöké lenne, mert az önöké. És még egy dolgot kell említenem, egy vicc jutott róla eszembe, amikor polgármester úr megköszönte nekem, hogy fölhívom a pályázatokra a figyelmet. Hát mit kell ezzel megköszönni, polgármester úr, ez a dolgunk, meg hát hál' Istennek nagyon jó barátságban vagyunk mi évek óta, természetesen közös érdekünk, hogy Ósli is fejlődjön. De eszembe jutott az a vicc, talán ismerik néhányan, amikor vasárnap reggel imádkozik egyet az ember, hogy
Istenem, segíts, hogy ezen a héten kihúzzák a számaimat a lottón. És eltelik az este, lemegy a lottó sorsolás, és az embernek nem húzzák ki a számaimat a lottón, nem jön a lottón. És ez a következő vasárnap már elmegy a szentmisére is, már ott imádkozik, hogy Istenem ad, hogy kihúzzák a ma esti sorsoláson a számaimat, de hát azon a héten se nyer az ember, aztán a harmadik héten megint elmegy a szentmisére, már mindenféle indokokat fűszózzát látod, hat szájat, éhes szájat etetek, add már, hogy kihúzzák a számaimat a lotton. Aztán, hogy jön ki a templomból, az égből egy dörgedelmes hang megszólal, hogy édesfiam, segítenék én neked, de legalább vegyél egy lottószelvényt. Most egy picit hasonló helyzet, mert hogy a kormány, meg hát amennyire én igen, csak annyi, azoknak tudunk segíteni, akik vesznek lottószelvényt. Akik beadják ezeket a pályázatokat, akik dolgoznak ezen a pályázaton, akik egyébként takarékosan gazdálkodtak, akik önerőt tudnak ehhez hozzátenni, tenni, és Osli ezekben az esetekben minden esetben feladta a lottószelvényt. És szerencsés helyzet, hogy ezekre a lottósorsolásokon nyert is. És fel tudta újítani belőle az utcákat, meg két ütemben, plusz egy önerős ütemben, tehát lényegében három ütemben készre fel tudta újítani az orvosi rendelőt az Osliban gyógyulni vágyók, illetve egészségesnek maradni akarók, mondjuk így örömére. De akkor még azt hadd tegyem hozzá, hogy Osli feladott egy harmadik lottószelvényt is. És itt szeretném megköszönni polgármester úrnak és minden kollégájának, hivatali dolgozóknak, a képviselőtestület tagjainak, jegyzőasszonynak, jegyzőúrnak, azt a munkát, amelyet a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program, illetve az azt előkészítő stratégia kidolgozásába fektettek, nagyon-nagyon sokat dolgoztak, és ennek köszönhető, hogy józan számításaim szerint remélem, hogy ebbe, erre a 75 településre, ebbe a választókörzetbe, amit mi képviselünk, szerintem legalább 6 milliárd forint támogatás jut. És egyet már biztosan tudunk, amelyik Osliba megérkezhet, ez pedig a polgármesteri hivatal felújítása, jól emlékszem. Tessék? Megjött. 22 millió forint. Oké. Akkor most bejelenthettem, polgármester úr. Köszönöm. Attól most bejelentettük. Tisztelt polgármester úr, kívánom neked, képviselőtestület tagjainak, munkatársainak, civil szervezeteknek, és minden Oslinak, Osliban élő embernek, hogy ugyanúgy, ahogy ezek az álmaitok valóra váltak, ugyanúgy váljanak valóra a következő években is az álmaitok, hiszen tudom, hogy a tarsóitok azért még tele vannak tervekkel. Kívánok mindenhez jó egészséget mindannyiuknak. Kívánok itt elsősorban doktornőnek és doktorúrnak jó egészséget. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb karban tartsák meg azokat, akik dolgoznak ezeken az osti pályázatokon. És kívánom magamnak, hogy minél többször jöhessek el Osliba, és mondhassam el azt, hogy no, Oslinak megint sikerült a lottósorsoláson. Polgármester úr, szívből gratulálok neked, és jó egészséget kívánok a folytatásra. A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták a felújított orvosi rendelőt és a sportutcát. Felhívom nézőink figyelmét, az ünnepségen készített felvételeink bővebb összeállítását egy későbbi időpontban mutatjuk be.